Sziasztok! Ez itt a 96. rész, és tárgyjelzéses leckénk lesz. Újra egy kártyát vettem elő, mivel elég régen gyakoroltam a kutyával ilyet, és úgy vagyok vele ilyenkor, hogy kicsit visszább lépünk, az a biztos. Lehet látni, hogy próbálja kivenni a kezemből a kaját, mert észrevett, hogy onnan potyog, ilyenkor semmiképp se szabad, hogy legyen sikerélménye. És csak várok, és előbb-utóbb a kutya ugye lefeküdt. Amikor lefeküdt, onnantól kezdve pedig elkezdem szórni a kaját neki. Direkt úgy dobálom, hogy elguruljon tőle, föl kell érte állnia. Lusta jószágról van szó, nem mindig áll föl minden egyes kajaszemért, de ha igen, akkor onnan tudom, hogy megértette a feladatot, hogy vissza is fog menni a kártyáért, és lefekszik, és jel fogja az orrával. Ha nem akar lefeküdni, akkor szoktam dobálni egy kis kaját neki, de ilyenkor már csak egy vagy két szemet, a többi az csak akkor jár, hogyha lefekszik, mint ahogy most is. És amikor lefekszik, akkor ismét sűrűbben szórom neki. Látszik, hogy tudatosan jelzi az órával a kártyát. És ha föl kell állni a kártyától, vagy arrébb mozdul a kártya, az se fogja igazából kizökkenteni, hiszen ebből látom, hogy megértette a feladatot, amikor visszaérkezik és lefekszik, és mutatja az órával. No, jó gyakorlás nektek is, sziasztok!